right back from the start, but you never cared at all, just left me out to fall. I was waiting for something good, treading water because I could. I looked up to the skies and dreamed of shining eyes. Something new is coming along, someone who will sing the same song, feel the same inside. Come along for the ride, just you and me. Vendégünk tehát Lobó Szolóki, Lázár és Ferenci Bebi. Sziasztok! Sziasztok! Szép sziasztok. Estét, köszönjük, hogy itt látunk. Egészen sűrű időszak áll mögöttetek, hiszen felléptetek most augusztus 20-án voltatok Gyulán is, mondhatni a zenekar szülővárosában. Merre jártatok még, és hogyan élitek meg ezt a nagy pörgést? Tulajdonképpen a nyáron körbejártuk Magyarországot, illetve Aradon is játszottunk. Árpád-Menci. Így van, úgyhogy kilométerből nem volt hiány, és bevallom, most, hogy itt vagyunk élőadásban, picit keresem is a szavakat, mert azért már fáradt vagyok, fáradtak vagyunk, de nagyon-nagyon jó volt. Tehát jó pörgős nyarunk volt, és még tart is. És a 15 év alatt először fordult elő az, hogy lázasan léptél színpadra? Igen, ezen a, szerintem viccelődne mindenki, aki a nevemmel szokott a Lázárral viccelődni. Már majdnem a nyelvegyén volt, és itt szóval. Meg kell előzni ezeket a dolgokat. Igen, Balatonföldváron játszottunk a Balaton koncertturnén, ugye ott az Attila barátunk volt itt nálatok interjút adni, egy pár hete láttam azt a műsort, és megérkeztünk a fellépésre, és azt gondoltam, hogy már jobban vagyok, de hát a 40 fokos kánikulában azért sikerült egy 39 fokos lázat összehozni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy a zenekar számít rám, a közönség számít rám, úgyhogy ha meghalok, akkor is rock and roll. 15 év alatt egyszer lázasan felépni, az egészen jó statisztika. A következő 15 évre lehet aláírni az ember. Volt egy sztorik, de az nem a tévéképernyő. No, de például volt olyan történet is, hogy kaptál egy ajándékot, méghozzá lábbeliket. Mondjuk a Dirty Sleepersnél akár még azért passzol is. Na, de mit kaptál, és mi a magyarázata ennek? Igen, nagyon-nagyon kedvesek a Suli turné és rajongói, követői, barátai a zenekarnak, és az egyik nagyon kedves hölgy, egy Fanni nevű hölgy, aki jár majdnem minden koncertünkre most már, meglepett a kedvenc cipőmmel, aminek nem fogom elmondani a márkáját, de ez egy nagyon-nagyon kényelmes cipő, és a koncerteken nagyon jól lehet benne ugrálni, és ezt követő hétvégén Zánkán meg Bebi kapott egy festményt, vagy valamilyen elképesztő különleges dolgot. Igen, egy nagyon szép illusztrációt kaptam, ilyen vintage hatású papíron van rajta, és tulajdonképpen mondhatom azt, hogy egy karikatúra szerűséget rólam készített egy kislány és az anyukája, és a dobszarkomat is lefestették, és még a zenekar logóját és a frontbőrre olyan alapos munkát végeztek, hogy így, hát azért egy kicsit elsírtam magam. Remélem, hogy kikerült valahova. Így van, kint így van, van a falon, kint van a nappaliban. Hogyha már ilyen fontos 15. jubileumot ünnepeltek, akkor egy kicsit térjünk vissza a kezdetekre. Bebi, te ugye később csatlakoztál igen, a csapathoz, de Lázár, hogy emlékszel vissza az első évre? Fantasztikus volt, én azt gondolom, hogy ugye hivatalosan 2009-től számítjuk a Dirty Sleepers, mert akkor jelent meg az Élet kell című dalunk, aminek ugye az akváriumban forgattuk a videóklipjét, tehát gyakorlatilag visszatérünk a kezdetek helyszínére, nagyon várjuk már ezt a dolgot, de ha csak egy nagyon gyorsan végig kellene szaladnom a mérföldköveken, akkor szerintem a 2009-es amerikai lemez felvétel, utána 2010-ben bekörültünk a Republic elé állandó vendégzenekarnak, utána volt 3 Európa turnénk, most már Angliába járunk fellépni, és hát mellette gőzerővel csináljuk a Suli turné programunkat, ami a hivatása a zenekarnak. Ezek mind-mind olyan szép dolgok, hogy én azt gondolom, hogy hát remélem, hogy még nem 15 év, hanem még 3x15 hátra van. Néhány dologra vissza is térünk azok közül, amit említettél, de ha már múlt idézés, Bebi, ezért neked is alaposan megváltoztatta az életedet az, hogy csatlakoztál a zenekarhoz. Igen, a legnagyobb változás az az volt, hogy én előtte nem nagyon működtem a rockzenei műfajban, de nagyon-nagyon élvezem, hogy ilyen jó kis hangszerelésekben részt lehet venni. Az Abbey Road volt az első mérföldkő, amikor bekerültem a zenekarba, hogy kimehettünk és játszhattunk,
aztán az új lemez készítése, illetve hát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy meghívást kaptunk idén ősszel a Dublin Castle-be, Londonba. Ugye az Amy Winehouse és a Coldplay is innen indult, úgyhogy hát nagyon sokat próbálunk, megkészülünk, hogy helyt tudjunk állni. Nagyon izgalmas időszak előtt álltok, de még meséljetek kicsit az akváriumos koncertetekről. Október 4-én lesz majd a Kishalban. Mi mindennel készültök? Ugye ott lesz Tóth Zoltán formációja is. Cipő elvesztése után azt hiszem, hogy Tóth Zoli az az utolsó olyan nagy ember a zenekar mellett, aki szinte a kezdetek óta tényleg velünk van, és elképesztően sok tanáccsal folyamatosan ellát minket a 15 év alatt. Annyira jó a Nexus egyébként, hogy grillezni összejárunk, megvettem az erősítőjét, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon közeli a barátság. És természetesen, amikor jött ez a lehetőség, akkor nem volt kérdés, hogy az Zolinak az új produkciója, a Kék és Narancsárga, akik általában ugye Cipő emlékműsorral készülnek, fogják megidézni a Republiknak a legendás korszakát. Készülünk egyébként olyan dalokkal is, ahol Zoli fog beszállni hozzánk Dirty Slippers dalokat, gitározni, énekelni, vokálozni, és lesznek olyanok is, hogy mi szállunk be a Kék és Narancsárga produkcióhoz, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy valahol ez egy kicsit egy ilyen pop-rock zenei ünnep lesz az Akváriumban október 4-én. És említetted azt is, hogy ez tulajdonképpen egy kicsit visszatérés a kezdetekhez, hiszen az első klipeteket ott forgattátok, arra, hogy emlékszem, mert azért már jó régen volt. Emlékszel egyáltalán rá? Természetesen. Hát ott is beteg voltál, ha jól tudom. Talán akkor voltam utoljára beteg, meg most egyébként. Igen, az az igazság, hogy két hétig nem aludtunk előtte, és aki ismeri Magyarországon Galler András Indiánnak a nevét, mint a, ha lehet ezt így csúnyán mondani, és remélem Indi nem haragszik meg rám, ő a klippápa Magyarországon, akkor azt kell mondanom, hogy elképesztően megtisztelő volt az, hogy már az első klipünket egy profi stábbal csináltuk, Kis Áronnal, Indiánnal és az ő szuper csapatukkal, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk a mai napig erre a klipre, mert szerintem ott néztem ki életemben a legjobban. Ahogy már említetted is, nagyon sűrű tényleg most a zenekar élete, és mindemellett még a suli turné is belefér. Erről mit tudhatunk? Miről szól pontosan ez a turné? Igen, a suli turné egy prevenciós előadás sorozat, ahol a drog, alkohol és HPV elleni kampányt ról tartunk előadást. Tulajdonképpen egy ilyen 5-6 dalos kis koncertet adunk, mielőtt aztán elkezdjük a komoly témára terelni a szót, és a Lázár tart egy előadást. Tehát, Debi is egyébként, csak ő. Csak amikor olyan sulikban játszunk, a 99% fiú. Ott és nem ezzel, tartok előadást. Akkor Debi nem tart annyira előadást, ott igen, igen, kicsit félénk akkor a srácoktól megijed. De jó dolog ez, mert azáltal, hogy ilyen zenei könnyed környezetbe helyezzük ezt a komoly témát, könnyebben át tudjuk adni a srácoknak azt, hogy persze-persze bulizzunk, persze-persze csináljuk, éljük a fiatal életünket, de azért bizonyos korlátokat húzzunk meg annak érdekében, hogy ne tartozzunk a 27-esek klubjába. Nagyon fontos célkitűzés, igen, amit víztek. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és akkor további jó ünneplést kívánunk. Köszönjük szépen, és szép estét kívánunk.